Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, gyakorlatilag ez egy vélemény videó lesz. Miért használok jelenleg Manjarót? Mi az a Manjaro disztribúció? Miért érdemes ezzel foglalkozni? Illetve természetesen elmondok egy-két dolgot róla, ami nagyon fontos, nem telepítési videó lesz, nem az lesz, hogy bemutatok egy-egy disztribúciót, mármint úgy, hogy élőbe és feltelepítve, hiszen gyakorlatilag általánosságokról fogunk beszélni. Miért készült ez a videó? Érkezett egy elég érdekes vélemény arra, hogy láthatóan pár videóban a Manjaro Linux volt fent nálam. Érdemes átgondolni, hogy mi is az a Manjaro Linux, és milyen előnyei, illetve hátrányai vannak, ha ezt választom. Nyilvánvalóan az érdekes jelen pillanatban azt jelenti, hogy eléggé durván leszólta a Manjaro Linuxot, amit én nem tapasztaltam. Gyakorlatilag idáig egyetlen egy olyan Linux disztribúcióval találkoztam, nem mondom ki, nem szeretném akár a magyar, akár a nemzetközi közösségét megsérteni, hogy melyik ez, gyakorlatilag a nagyobb disztribúciók teljesen jól működnek, nem látok olyan különbséget, ami indokolná azt, hogy olyan, vagy ilyen, vagy csúnya, vagy még csúnyább vélemény legyen akármelyikről. Tudom, értelemszerűen mindenki a sajátját isteníti, annak az előnyeit szeretni előtérbe helyezni, és azt szeretni, hogy mindenki azt használja, hiszen ő azt használja és elégedett vele, a többi meg véleménye szerint olyan, amilyen. Én azt mondom, mindenki azt használ, amit akar, én meg fenntartom a jogot arra, hogy arról beszéljek, azt használjak, vagy éppen azt ne használjak, ami nekem tetszik, avagy nem. Mi is az a Manjaro Linux? Az alapja az Arch Linux, tehát igazából már mindenki képbe tudja helyezni, hogy az Arch milyen, hiszen beszélgettünk az Arch Linuxról. Egy nagyon-nagyon jó disztribúció, gyorsan fejlődik, friss csomagokat ad, de a Manjaro-nak saját tárolói vannak. Azaz figyelj arra, hogy bár az alapja Arch, de gyakorlatilag ez egy különálló disztribúció, ami az Arch-ra alapszik, de nem ugyanazokat a tárolókat használja. Ami más, mint az Arch Linux, egy alapos tesztelés után kerül bele a legfrissebb verzió. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy három ciklusba kerülnek bele, tehát három olyan van, mint a Debiannak is van, stabil, kevésbé stabil tesztelési ága, tehát itt is megvan ez a három ág, és ilyen fokozatosan kerül bele a stabil ágba az, ami belekerül. Egy nagyon fontos dolog, alapos tesztelés után kerül bele a frissebb verziójú program. Ez azt jelenti nyilvánvalóan, hogy alapos tesztelés, hogy egy picit később. Így gyorsabban frissül, mint az MX Linux vagy a Debian, de lassabban, mint az Arch Linux. Ezt tudni kell, nem Arch Linuxról beszélünk, azaz nem egy rövidebb tesztelési idő, és azonnal, majdnem azonnal, abban a pillanatban, hogy megjelenik akármelyik legfrissebb verzió belekerül, nem, itt azért lehet, hogy 2-3-4 hetet kell várni arra, hogy a legfrissebb felhasználói program vagy egyéb belekerüljön a Manjaroba. Gyorsan frissül, de nem olyan gyorsan, mint az Arch, de lényegesen frissebb csomagokat tartalmaz, mint az MX Linux. A frissítések egyszerre jönnek ki ciklikusan, azaz ez azt jelenti a stabilágba nagyjából 2-3 hetente. Ez azért mondom, hogy nagyjából, mert értelemszerűen akkor jönnek ki, amikor készen áll rá. Ők nem azt mondják, hogy január 7-én, meg negyedévente, meg fél évente, vagy havonta adnak ki frissítést, hanem amikor készen áll rá a frissítés. Ez nagyon kényelmes, illetve kényelmetlen, ahogy nézzük, nagyon kényelmes, mert egyszerre le tudsz frissíteni mindent, gyakorlatilag amikor kijön a frissítéses csomag, elindítod a frissítést, ugyanúgy egyébként, mint az Arch Linuxon, elindítod a frissítést, és egybe jó sok minden lejön, egybe jó sok minden fel fog frissülni. Ennek az előnye az, hogy egyszer kell megcsinálni mondjuk 2 hetente, ahogy ciklikusan megérkeznek ezek a frissítések, egyszer kell megcsinálni, de a hátránya az, hogyha a csomagba van olyan, amivel probléma van, természetesen akkor elég nehéz kikeresned,
kezdőnek, középhaladónak, hogy éppen mi adta azt, hogy a frissítés nem úgy sikerült, ahogy akarod. Illetve a másik, ami engem egy picit zavar, de természetesen átlátom ennek az előnyét, de engem egy picit zavar, hogy hát én mindig a frissítést várom. Nincs egy héten keresztül frissítés, akkor már olyan érzésem van, mintha lemaradtam volna valamiről. Tehát, hogyha valakinek a legeslegújabb program kell, annak a legújabb verziója kell, annak a Manjaro nem feltétlenül fog kényelmes és jó lenni. Aki pedig azt szereti, hogy a frissítések jó, stabilak legyenek, a programok, amire felfrissülnek azok a verziók, azok a viszonylag jól teszteltek legyenek, őnekik a Manjaro kényelmesebb lehet. Ez a ciklikus dolog nagyon kényelmes számomra. Miért? Mert gyakorlatilag, hogyha látom, hogy van frissítés, kijött akárhányadikán egy frissítés, akkor én nem azonnal nekiugrok, hogy frissítek, hanem szépen megvárom, hogy a fórumon jól elmondják, hogy milyen problémájuk voltak az embereknek, lehet ilyen szavazást is csinálni, meg leírják az adott szálba, az adott topikba, hogy milyen problémákkal találkoztak, és azt elolvasva el tudom dönteni, hogy esetleg egy picit még várok, amíg valaki kitalálja, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat javítani, vagy pedig, hogyha nincs probléma, fel tudom frissíteni a rendszeremet. Tehát ez nagyon kényelmes, hogy van egy csomag, és az odáig a legfrissebb csomag, amíg a következő ki nem jön, ez a 2 hét alatt, én bármikor frissítem, ugyanazt kapom. Tehát gyakorlatilag van 2, 3, 4, 5, akárhány napom kivárni azt, hogy mások a frissítéseket megcsinálják, és elmondják, hogy van-e vele probléma. Azaz kényelmes ilyen szempontból is a Manjaro. Őneki 3 ága van, ahogy beszéltem róla, hasonló a Debianhoz, csak a frissítési ciklusa azért lényegesen gyorsabb, és viszonylag frissebb csomagokat kapunk, mint a Debiannak. Nézzük is meg, mit ír saját magáról, az a 3 darab ágról, amit éppen érdemes használni. Hozzáteszem, ez csak egy kitérés, hogy én a stabil ágat használom. Logikus, hogyha nem a stabil ágat szeretném használni, akkor értelemszerűen az árcsot, a natur, természetes árcsot, a tiszta árcsot tenném fel, és akkor mindig a leges-leges legfrissebbet kapnám. De nézzük is meg ezt a 3 ágat, és hozzáteszem, az ágak között visszafele, tehát a stabilról visszaléptetve a gyorsabban frissülőre, minden további nélkül pár parancs beírásával megtehető. Azaz, hogyha valakinek ez a 2-3 hetentei frissítés, hát nem tetszik, akkor visszaléptethet egy-egy másik ágra. Nézzük meg, milyen ágak vannak, pár szót szeretnék róla szólni. Ahogy látni, 3 ágat kaptunk, tehát van gyakorlatilag az unstabil, tehát a nem stabil, egyáltalán nem stabil, ez nagyjából, majdnem, nagyjából megfelelő az árcs fővonalának, egy picike kis tesztelés után ide belekerül. Ha te azt szeretnéd, hogy majdnem árcsot kapj, és majdnem azonnal megkapd az összes dolgot, de egy picike kis tesztelés, nézegetés legyen, akkor ezt kellene választani, ne válaszd. Én azt mondom, gyakorlatilag ezt nem kéne az unstable-t választani, mert akkor már rakjál fel egy natur árcsot, és utána használd azt. Tehát akkor nincs az, hogy egy különböző cég, különböző emberek beleszólnak abba, hogy mikor kapod meg a leges, legfrissebbet, az árcs rögtön, a lehető leggyorsabban átküldi neked a frissítéseket. A testing ág, értelemszerűen a tesztelési ág, én azt mondom, hogyha gyorsan szeretnél kapni, és a legfrissebbre van szükséged, de azért elvárod, hogy valami szinten komolyabban tesztelgessék ezeket a dolgokat, akkor a testing ág a te kedvenc irányod. Hát bizony, lesznek problémák. Elég sok probléma előfordulhat, elég sok. Tehát nem azt mondom, hogy naponta 50, de azért nem annyira stabil az az ág, mint a stabil ág. Azaz, hogyha szeretsz egy kicsit barkácsolni, érdekel a dolog, akkor a testing ágat szívesen ajánlom neked, mert nem lesz ezzel semmi komolyabb problémád, de előfordulhat. A következő ág a stabil ág, ez gyakorlatilag valóban azt jelenti, hogy stabil ág. Itt 1-2-3 hetes tesztelés után kerülnek bele, tehát úgy 3 hetente, 2 hetente kapod a frissítéseket,
itt már probléma, komolyabb probléma, nem egyedi, tehát hogy neked olyan a géped, amit éppen nem szeret az a kernel, tehát ilyesmi előfordulhat, de igazából komolyabb, általánosabb hiba, probléma nem lehet benne. Azaz, hogyha te Manjarot szeretnél használni friss csomagokkal, és úgy igazából nem akarsz ezzel nagyon foglalkozni, a legnagyobb foglalkozás az, hogy gyakorlatilag beállítod a rendszeredet, aztán két hetente, amikor kijönnek a frissítések, rányomsz a frissítésre, lefrissül, és akkor ezt szeretnéd használni, akkor ez az ág, tehát a stabilág lesz a te kedvenced. Nézzük is meg a frissítési gyakoriságot. Itt megnézheted a frissítési gyakoriságot, mert van fórumjuk, és a fórum nagyon rendezett, egy picit később majd beszélek róla. Azaz vannak a közlemények, azaz közleményeknél megnézheted, hogy stabil, a frissítések, az instabil frissítések mikor érkeztek ki, és milyen problémák voltak, illetve vannak ezzel kapcsolatban. Nézzük is meg a stabil frissítés, mikor érkezett meg, ez a lényeg számunkra. 24-én, 20-án, 6-án, 14-én, tehát amit én mondtam, hogy nagyjából két hetes ciklusokban megérkezik, amikor elkészül. Tehát nehogy azt higgyük, hogy csak azért, mert itt a két hét, mondtam egy időpontot, akkor ki fognak nyomni egy frissítést. Gyakorlatilag elkészül, jó lesz, megfelel, vagy éppen kell, mert az is előfordulhat, hogy biztonsági frissítéseket csinálnak, akkor ki fogják küldeni a frissítéseket, te vagy feljössz a honlapra, én ezt szoktam követni, és utána értelemszerűen eldöntöd, hogy felrakod, vagy egy kicsit vársz. Ami lényeg, az utolsó frissítéssel nyomjunk rá, mármint a fórumra, és gyakorlatilag, amit én nagyon jónak tartok, van egy ilyen szavazásos játék, lehet szavazni, hogy mennyire sikeredett a megoldás, illetve mennyire sikeredett a frissítés. Látható, az utóbbi frissítésnél semmi gond, minden simán ment, 92. Igen, jelenleg problémát tapasztalok a frissítés miatt, kérlek, ír róla, 5% volt ilyesmi. Igen, volt probléma, meg tudtam oldani magam, 3%. Az elmondható, hogy az emberek nagyon-nagyon nagy része simán lefrissíti a stabil ágat. Ha másik ágat szeretnél használni, ugyanúgy azért nézd meg, hogy mennyi az a frissítési minőség, ami neked megfelel. Itt értelemszerűen azt is kell tudni, hogy az emberek, akik lefrissítik a rendszert és semmi problémát nem találnak, nem fognak ide felrohanni, csak a nagyon lelkesek, hogy elmondják, szavazzanak. Elmondani nem szabad, csak szavazni szabad a jó frissítésre, azaz nem fognak ide rohangálni, hogy jé, nekem semmi problémám nincs. Na de akinek problémája van, és beleütközik valami dologba, hibába, na hát az ide jön és benyomja azt, hogy ott hiba volt. Tehát azért egy picit torzít, és a jó irányba torzít, kevesebb jóságot mutat, mint amennyi valóban van, hiszen azt nem szoktuk elmondani, hogy nem vernek át a boltba, nem volt probléma a kocsinkkal, nem írjuk ki, igaz, internetre naponta, hogy a busz időbe jött, de amikor késik, azért azt el szoktuk mondani. Azaz, én úgy gondolom, hogy már mindenki átlátja, hogy egy stabilágba, mert azt használom, komolyabb problémákkal nem fog találkozni, és megvan a lehetőség, hogy egy-két napot várjon, és szépen leírják. Mert ahogy lehet látni, és igazándiból én ezért használom így ezt a fórumot, ismert hibák, problémák, ki van fejtve, hogy milyen ismert hibák, problémák vannak, illetve logikusan az utolsó, tehát az utolsó frissítésre végig lapozol, hogy kinek milyen siráma van, és milyen megoldást adtak neki, vagy milyen megoldást találtak, amint át tudsz lépni. Nagyon szuper. Szerintem egy szuper megoldás ez a Manjarótól. Az ágak vizsgálata után nézzük is meg, miért jó nekem, ha a stabil ágú Manjaró Linuxot használom. Tovább tesztelt programokat kapok, ami biztonságosabb frissítést tesz lehetővé. Értelemszerű, aki Arch-ot használ időnként, nem mindig, nem folyamatosan, nagyon ritkán, illetve a programoktól függően, hogy éppen mit használ, előfordul, hogy találkozik olyannal, hogy vannak problémák. Vannak vele problémák, azaz frissítés után
kisebb funkciókészletet kapunk, rosszabbul működik az egész, vagy el se indul. Na hát ilyen nem volt, de azért olvasmányélményeimből tudom, hogy azért az, hogy egy-két napig tesztelnek valamit, aztán rádömlesztik, az nem feltétlenül jó egy kezdőnek, hiszen előfordulhatnak problémák, voltak, lesznek. Én azt mondom, hogy ennek ellenére az Archot stabil disztribúciónak tartom, hiszen nekem személy szerint alig-alig pár évig használtam, pár éve használom, gyakorlatilag háromszor, négyszer volt komolyabb problémám, abból kettő nem az Arch, hanem a program, a felhasználói programnak a sara volt a hiba, hiszen ők csináltak olyasmit, ami éppen az Archnak nem tetszett. Amiért én nagyon szeretem a ciklikus, egyszer nagyobb fricsi, amiért én nagyon szeretem, megszerettem a ciklikus. Egyszerre nagyobb frissítés elve miatt kb. 2-3 heti ciklusba érkező frissítéseket vissza tudom tartani. Ahogy az előbb mondtam, nem kell azonnal ráfrissíteni, vársz 2 napot, mindenki leírja a sirámait, hiszen a fórum azért van, hogy jelezzük azt, hogy valami nem megy, és hogyha nincs olyan probléma, ami téged érint, akkor megnyomod a frissítést az internet sebességtől, a csillagállástól és egyéb dolgoktól függően simán percek alatt lefrissül a rendszered. Én pár napig várok vele, mert nem szeretném azt, hogy véletlenül egy olyan frissítést kapjak, amiben engem érintő hiba van, és aztán nekem kelljen keresgélni, hogy hogyan oldjuk meg, oldja meg más, utána, hogyha hiba van, és érint engem, akkor már a kész megoldást rögvest meg tudom tenni. Azaz kényelmes egy olyan helyzetbe, amikor relatív termelési gépet használsz. Igaz? Nagyon kicsi az esélye, hogy fenntakadás legyen. Ha ilyen hosszadalmasabban tesztelt dolgot szeretne az ember, miért nem az MX Linuxot használom? Azt is használom, hiszen én 2 darab disztribúciót szoktam a gépemen tartani. Az egyik egy, hát hogy is mondjam, ortodoxabb megoldás, a MX Linux, a másik egy kicsit gyorsabban frissülő, jelenleg a Manjaro Linux, amit én felrakok. Miért? Mert ha egyikkel valami probléma van, a másikat még tudom használni. Akkor miért nem az MX-et vagy a Debian-t használom, ami egyébként a nagy kedvenceim? Mert nem 2 évente jön ki a frissítés, hanem 2-3 hetente. Nyilvánvalóan itt nem arról beszélek, hogy a rendszer frissítés, a programok frissességéről beszélek. Igazából az MX-el sincs semmi probléma, a Debian-nal sincs semmi probléma, de azért időnként egy-két programnál, ami éppen érint most jelenleg engem, azért a frissebb verzió sokkal többet tud, kényelmesebben használható, és hát bizony azok a funkciók nekem kellenek. Azaz, ezért próbáltam ki a Manjarot. Mennyire Arch Linux? Na hát egy tippet megosztok. Arch fórumon nem mondjuk el, hogy Manjarot használunk, mert ott elevenen megnyúznak. Manjaro az nem Arch, és aztán tűnjél el innét. Tapasztalat. Végignéztem egy-két fórumot, gyakorlatilag az Arch közösség ezzel, hogy Manjarot használsz, hát avval kivet téged, és azt mondja, hogy menjél el innét, mert te undorító, és Manjaro az nem Arch. Persze, hogy nem Arch, de nagyjából az. És én a tapasztalataimat mondom el. Azaz nagy részben Arch Linux. Tehát gyakorlatilag akinek van egy kis Archos háttere, használt már Arch Linuxot, neki itt problémája egyáltalán nem lesz. Igen, nagy részben igaz ez, de vannak eltérő csomagnevek, és vannak saját programok. Nyilvánvalóan az, hogy saját programok vannak, van, aki ezeket használja, van, aki ezeket nem használja. Én úgy gondolom, hogy az eltérő csomagnevekkel is meg lehet barátkozni. Nem sok van, nem sok minden van, tehát aki Arch-ba megszokott egy csomagnevet, esetleg a végén lévő számok, egyebek fognak eltérni, nem lesz ezzel neki nagy problémája, én ebbe nem futottam bele. Az eddigi független Arch csomagokat is teljes mértékben tudod használni. Azaz, hogyha egy honlapon például a Ocean Audiot, vagy éppen egyéb programot letöltöttél egy Arch csomagba, és azt telepíted, az ugyanúgy fog működni Manjaro alatt is, mint például a natív, azaz az eredeti Arch alatt is, ilyen problémába nem ütköztem bele, tehát hogy az Archhoz készült csomagok független honlapokról, tehát nem a tárolóból letöltött
csomagok simán működtek, nem fogsz semmit észrevenni, hiszen maga az ársrendszer, amire ez épül, az ársrendszer és fogadni tudja, és szépen fognak vele működni, nem volt vele problémám. Kezdő felhasználóknak jobb, mert a hardware felismerése jobb. Hozzá kell tennem, az Arch is nagyon jó, de az Arch egy kicsit old school, tehát egy, hát hogy is mondjam, olyan elveken alapszik, amik teljesen jók és teljesen igazak, hogy bizony, aki Linuxozik, az jó lenne, hogyha megtanulna egy csomó mindent, előtte olvasna, az Arch-nak a leírása szuper. Azaz, jó lenne, hogyha már valamennyit megtanulnál. A Manjaro úgy gondolkodik, hogy ő egy felhasználóbarátabb Linux, és ő bizony ilyen-olyan beállításokat már el fog végezni, jobban, kényelmesebben és szebben fel fogja ismerni neked a gépedben lévő dolgokat, és a megfelelő meghajtókat telepíteni fogja. Tehát kezdő felhasználóknak kényelmesebb a Manjaro használata. Természetesen vannak olyan Arch alapú és az Archhoz egy kicsit közelebb lévő disztribúciók, amik ugyanezt adják, de most éppen a Manjaro-ról beszélünk, ott bizony a hardware felismerés, a kerneleknek a telepítése, eltávolítása és egyéb lényegesen sokkal kényelmesebb, mint az Arch Linux-ba, tehát grafikus felületen sok mindent meg fogsz tudni csinálni. Ami nagyon fontos, az összes általam idáig elolvasott, keresett és megnézett Arch leírás jó lesz hozzá, így nem veszted el azt a tudásbázist, amit az Arch Linux-szal együtt kapsz. Azaz az Arch Wiki-t simán tudod használni. Én a fórumon, a Manjaro fórumon azt látom, hogy gyakorlatilag nagyon sokszor linkelik be az Arch leírásokat, mivel hogy azok működnek, meg tudod nézni, tehát nem lesz olyan, hogy Archról átváltasz Manjaro-ra, és az egész tudást ki kell dobni, vagy pedig, hogyha megszoktad, hogy mindent, és azon kívül mindent, az Arch Wiki-ben nézed meg, akkor nem kell erről leszokni, azok működni fognak. Igen, hozzáteszem SystemD. És igen, ki kell hangsúlyoznom, mert ez sok embernek sarkalatos kérdés, SystemD rendszerre alapul, azaz, ha valakinek ez nem tetszik, gyakorlatilag ne használja Manjaro-t. Persze, természetesen az Arch Linux is arra alapul. Vannak olyan verziói, amiből kivették a SystemD-t, más init rendszert használ, de én úgy gondolom, hogy ezt el kellett mondani, hiszen nem szeretném azt, hogyha valaki azt mondja, hogy én nem tudtam, hogy SystemD-t használ egy Arch rendszer, azaz a Manjaro. Miért is jó nekem? Azért, mert az Aurt tudom használni. Minden ellenkező vélemény ellenére, és annak ellenére, hogy a Manjaro kifejezetten azt mondja, hogy ő nem ajánlja az Aur használatát, tehát a felhasználói tárhelyek használatát, ezeknek a használatát használni lehet. Mi az, ami miatt ez úgy előszokott kerülni? Azért, mert az Arch Linux folyamatosan fejlődik. Előkerülnek az új verziók, nyilvánvalóan, hogyha valaki készít egy Aur csomagot, ahhoz a verzióhoz, ahhoz a rendszerhez ő elkészíti. Hogyha a Manjaro le van maradva esetleg 2 hetet a frissítése, akkor nem feltétlenül lesz jó az az Aur csomag neked, ha Manjaro-t használsz. Ez gyakorlatilag olyan picike kis eltérés, hogy én az elmúlt fél éves használatban nem találkoztam ilyesmivel, de előfordulhat, tehát jelzi az Aur csomag, hogy bocs, de a kielégítetlen függőségek miatt nem fogok tudni települni. Értelemszerű, gyakorlatilag ezzel nem találkoztam. Alapvetően természetesen nem ajánlott a Manjarohoz az Aur csomagok használata, de gyakorlatilag az Aur csomagok nem mások, csak egy kis scriptek, amik lefordítják, telepítik és egyéb funkciókat megtesznek helyetted a csomagokkal, azokkal a csomagokkal, gyakorlatilag ugyanilyen elv mentén el lehetne mondani, és logikus is lenne, hogy te ne fordíts saját csomagokat forráskódból, mert azok nem frissülnek és nem feltétlenül lesznek jók a te disztribúcióhoz, ezt tudjuk.
Ez egyértelműen tudjuk, hiszen a verziószámok, a verzió követés, hogy egyiknél ez kell, másiknál az kell, harmadiknak olyan függősége van, ami a te disztribúciódban vagy bent van, vagy nincs. Szóval ezeket tudjuk. Itt azért a Manjaro-nál jól kiemelik, hogy ők a saját, tehát a saját tárolójukban lévő cuccokért felelősek. Hozzáteszem, minden egyéb disztribúció pontosan így áll hozzá, ők a saját tárolóikhoz, a saját programjaikhoz, a saját maguk elkészített dolgokhoz úgy állnak, hogy azért ők felelősséget vállalnak, a többiért nem. Csak a Manjaro jól kihangsúlyozza. Ami nagyon érdekes dolog, hogy sokan azt mondják, hogy céges háttere van. Igen, mögötte egy cég áll, de gyakorlatilag nem érdekel ez engemet. Azaz, ez egy céges hátterű disztribúció. Hogyha valaki sikoltozva rohan el, hogy cég áll mögötte, és a fúj, a karvaj tőkések beleszólnak a dolgokba, akkor nem kell ezt használni. Nyilvánvalóan a fejlesztést, a fejlődést a pénzügyi háttér fogja igazából segíteni, azaz, hogyha egy disztribúció mögött van egy olyan cég, ami hát profitot is termel, és abból termeli a profitot, hogy ő bizonyos Linuxos dolgokat árusít, gépeket, amire telepítve van, programokat, ami Linux alatt fut, akkor az úgy visszapörög a fejlesztésbe az a haszon, és egy kicsit stabilabb, biztosabb dolgot ad, hiszen nagyon sok olyan disztribúció van, ami mögött cég van, vagy legalábbis valami céges háttér van. Nem ördögtől való dolog, de hogyha ez neked nem tetszik, akkor ne használd ezt a disztribúciót, mert a csúnya karvajtőkés hátulról merbe fog támadni, és megeszi a kutyádat. Vigyázz vele, mert a céges háttér az hű, de rossz. Nem, a céges háttér nem rossz, nem jó. Attól függ, hogy mennyire pampognak bele a fejlesztésbe, mennyire szólnak bele. Nyilván gépeket, előre telepített Manjarót is árulnak, ami segíti talán azt, hogy fejlődjön a Manjaro, és felhasználó barát legyen. Céges dolog. Idáig egyetlen egy dolog volt, ami miatt a céges háttér, de más disztribúciónál is, a céges háttér az problémás volt, az pedig a meza vonalon, tehát a dekódoló, videodekódoló, enkódoló résznél. A múltkori részben bemutattam, hogyan lehet ezt kicselezni, mi a probléma. Ezek egy része, tehát a dekódoló, enkódoló kódekeknek egy része jogvédett. Jogvédett a Manjaro cég nem fogja felvállalni, hogy a disztribúciójába natívan, tehát elérhetően, ott elérhetően, egyszerűen elérhetően benne legyen jogvédett dolog, amiért ő nem fizetett. Nyilvánvalóan ezt lehet fújolni, de lehet elismerni és a kerülő utat megtenni, azaz saját magunknak lefordítani azt a programot. Úgy emlékszem, nem akarok most hülyeséget mondani, 4 vagy 5 lépésben megtehető, egyszerű, másold be lépéssel megtehető az, hogy ezek a kódoló részek belekerüljenek a videó lejátszóba, hardveres kódoló részek, és utána kalap-kabát, én saját magam használom, én saját magam fordítottam, a Manjaro, mint cég, tiszta. Ennyi, nem jelentett ez gondot. Akinek ez nem tetszik, mert ahogy a fórumon nézem, mindenki sipákol, hogy jaj, ott hagyja a Manjarót, hagyja ott. Nem érdekes, senkit nem köteleznek arra, hogy Manjarót használjunk, vagy ne azt használjuk, vagy azt használjuk, teljesen mindegy, szerintem akár a Manjarónak, akár nekem, hogy ki mit használ. Azaz, igazából céges háttér tetszik, nem tetszik, a többi céges háttérrel rendelkező disztribúció is meghozta azt a döntést, hogy ezek a hardveres kódolású dolgok az AMD kódekbe, vagy abba a részbe, ami ez igazából érdekes, abba nem fog belekerülni, mert egyiknek se kell, hogy jöjjön a jogtulajdonos, és aztán jó sok pénzt követeljen azért, amiért ő egy fillért nem kapott tőlünk. Oké, azaz céges dolgot letudtuk, fórum támogatás, szuper! Ritkán szoktam mondani azt, hogy egy fórumos társaság jó, a Manjaro társaság nagyon jó.
kőkeményen ott vannak a Mandzsáró csapatának az emberei, tehát belsős emberek, akik fejlesztenek, kőkeményen ott vannak a moderátorok, nagyon jó támogatás van, a fórum kellemes, kellemes nem csak szakmailag, hanem emberileg is kellemes, nagyon tisztelettudó, értelmes emberek vannak ott, ritka az ilyen dolog egy nagy disztribúciónál, hiszen, hogyha van egy fórum, azért oda a szél mindenfajta embert odakavar, és ott tudják osztani az észt. Itt gyakorlatilag valóban a szakmai tisztelet és a szakmaiság kiemelkedő. Azt mondtam, hogy kellemes a fórum. Ennek van egy ellenkező oldala is, hogy szigorú. Azaz, nem nagyon törik el a sok helyen elterjedt bunkóságot. Azaz, jobb, hogyha az ember egy picit visszafogja azokat a dolgokat, amit sok Linuxos és egyéb fórumon megszokott, itt azért hamar kikerül a körből, és villámgyorsan törlése kerül. Megvan a hátterük szakmai is, hátterük is a mandzsárosoknak, hogy letiltsanak téged örökre az IP cím alapján, meg egyéb, hogyha te olyat csinálsz, tehát szigorú, és oda kell figyelni. Nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy állandóan minden kérdése, amire tudnak, ott választ adnak. A válaszadók nem csak a Mandzsáró csapata értelemszerűen, hanem a tagok is segítőkészek, de nem feltétlenül vezetnek kézenfogva. Azaz hamar megkapja az ember, és én láttam egy-két ilyen hozzászólást, hogy hát amikor valaki azt gondolta, hogy segítenek, és a segítség azt jelenti, hogy lépésről lépésre szájbarágosan leírnak neked valamit, hamar megkapta, hogy ott van a link, olvasd el, ami oda van írva, ezen a linken le van írva, légy szíves egy kicsit fejlődni. Igen, a Linux elv, a Linux elvek, a szelleme nem az, hogy neked mindent megcsinálnak, hanem az, ami az Arch Wikinek a szelleme, minden le van írva. És ha be van linkelve egy megoldás, be van linkelve minden, akkor már légy szíves elolvasni, értelmezni és megcsinálni. Szuper! Nagyon tetszik! Nem bunkók, és nem azt mondják, hogy te hülye vagy, hanem azért szépen rávezetik az embert, hogy tessék itt a háló, és én nem halat szeretnék neked fogni, megtanítottalak halászni, és légy szíves kimenni, és halászál. Oké, azt hiszem ez egyértelmű. Tehát a Linuxos dolog nem az, hogy támaszkodunk mindenre, és majd valaki megoldja a gondjainkat, hanem megadják a megoldást, és légy szíves megcsinálni. És hamar megkapja az ember, hogy ez igazából ez a természetes. És egyre jobban azt veszem észre sok helyen, hogy az a szájbarágos, helyettem megoldós dolog kevésbé működik, és ez sok embernek nem tetszik. Nekem nagyon tetszik, hogy itt egy normális csapat van. Asztali környezet. A honlapon fent vannak azok az asztali környezetek, amikkel érkeznek a dolgok, azaz az ISO telepítése után ilyen felülettel, asztali környezettel érkezik viszonylag sok, és azt kell mondanom, hogy én OpenBox megoldást használok, amit ott nem fogsz megtalálni, mert ez egy külön ág. A Maboxot használom, ezt próbáltam ki, nagyon megtetszett, úgyis tudjátok, 1000 éve a szívem csücske az OpenBox, a Mandzsáró plusz OpenBox szuper és szépen szokott együtt működni, ez nem a Mandzsárónak az OpenBox verziója, hanem az egy kicsit fejlettebb, ahogy lehetett látni egy-két képemen, bemutatás alkalmával, azért sok egyéb dolgot is hozzátett, aki készíti. Kis disztribúció, de nagyon szépen megcsinálták ezt a Maboxos dolgot, de gyakorlatilag 99,9999%-ba tiszta Mandzsáró. Nagyon jó. Tehát nézzük is meg, milyen felülettel érkezik. A letöltések között természetesen kétféle, egy pillanat visszaállítom eredetire, kétféle megoldás van, természetesen az ARM megoldás, az egy másik processzor típus, és nekünk az x86-64 kell, ez az elterjedtebb asztali PC-ken, ezek vannak, láthatod, Plasma Gnome XFCE, a kötelezően elvárt minimális 3-4 féle asztali környezet megvan. Mind a kettő szép, gyakorlatilag megnéztem én videókba, hogy melyik hogyan néz ki.
nem igazán tudok rámutogatni arra, hogy ez rossz, ez csúnya vagy undorító, mindegyik szépen be van állítva. Letöltéskor kiválasztod azt, hogy melyikkel, és az fog települni. Itt hozzáteszem természetesen az összes ismert, kevésbé ismert, esetleg csak az Aurba létező, akármilyen ablakkezelő, asztali környezet, akármi, az telepíthető, csak nincs előre konfigurálva. Nagyon kényelmes dolog, hogy a megszokott kisebb környezeteket is előtérbe helyezik, 4, illetve 5 darab asztali környezettel fog érkezni, kiválasztod, hogy melyikkel, illetve természetesen van egy Docker image-ük is. Ami fontos, rákattintasz a letöltésre, és utána ki tudod választani, hogy minimál, vagy a full, teljes környezet kerüljön fel. Azaz, van egy kisebb, alacsonyabb felszereltségű, így mondom, illetve van egy kényelmesebb kezdőknek való. Itt van minden, amire esetlegesen szükséged lehet, tehát itt el lehet dönteni, hogy melyikkel, azaz a későbbiekben megbeszélt blowout, és akkor minden felmegy, és vége van a világnak, az itt rögtön le van lőve, van egy minimális ISO is, amelyet, hogyha tetszik, azt fogod felrakni. Image torrent letölthető, tehát avval töltöd le, amivel szeretnéd. Én a torrentet szeretem, mert avval vissza is osztok, tehát vissza tudom osztani az image-et, és segítve evel az adott terméknek az elterjedését. Ezt az i3-at ki lehet próbálni, szerintem nagyon jól összerakott i3 VM-et adnak, minimális, tehát nincs agyon konfigurálva, nincs agyon csicsázva, nem olyan jó véleményem szerint, mint a magyar árcsé, de egy próbát megér. Aki Manjarot szeretne, ő neki i3-mal simán el fog indulni, de természetesen a többi is működik, és ahogy említettem, logikus, bármelyik asztali környezetet, ablakkezelőt fel tudod rakni, csak esetlegesen nincs előre konfigurálva, tehát az nem is olyan nagyon fontos. Általánosságban szeretnék a végére egy-két dolgot elmondani. Ezek olyan dolgok, ami mindenhol igaz, de általában megkérdezik, stabil. Persze stabil, a legtöbb Linux disztribúció stabil, ami nem is meglepő, hiszen a legtöbb Linux stabil, az Arch Linux stabil. Ha te belefutsz olyan hardveres problémába, hogy a te hardvered régi, új, éppen nem támogatott, a driver, amit adnak hozzá, az éppen nem jó a te videokártyádhoz, akkor nem lesz stabil, értelemszerűen. De ez bent van bármibe, akármilyen operációs rendszert, akármilyen Linuxot, akármit használsz, az bent van, hogy egyedileg lehet, hogy nem stabil. Lehet olvasni, hogy neki nem ment fel, neki nem stabil, állandóan összeomlik. Hozzáteszem, a Manjaro fórumon azért az az első, hogy elkérik az összes kimenetet, tehát azt, amiből el tudják dönteni, hogy mi a hiba, és általában meg is szokták találni, hogy miért instabil, miért omlik össze, miért fekete a képernyő. Szóval azt kell mondanom, hogy igazából mindegyik Linux nagyon jó és stabil is. Nekem nem volt problémám. Nem volt problémám az elmúlt időszakban sem az Arch-sal, sem az MX Linux-sal, sem pedig a Manjaroval. Nem volt összeomlás. Nem volt semmi probléma, semmi olyasmi nem volt, amire rá tudnék mutatni, hogy jaj, ezért nem kellene használni. A gyorsaság. Gyorsaságban is megfelelő, bár jellemzően a i3 VM-et, illetve az Openbox-ot, a Mabox-nak az Openbox verzióját, annak a felkészített, előre telepített, beállított verzióját használom. Most felraktam az i3 VM-et is tartaléknak, jobb, hogyha két rendszer van fent a gépemen, tehát két asztali felület ablakkezelő, mert hogyha az egyikkel probléma van, nyilván nem arra gondoltam, hogy az i3 VM vagy az Openbox-szal probléma lehet, de hogyha egy gyorsabban fejlődő, modernebb, összetettebb asztali környezetet használsz, azért jobb, hogyha feldobsz egy i3 VM-et, egy Openbox-ot vagy egyebet, mert előfordulhat a KDE-nél, a GNOME-nál, gyorsan fejlődik, és ennek az a háttere, hátulütője természetesen, hogy hibák lehetek, ha véletlenül valami pitiáner kis hülyeség miatt nem indul, akkor azért az i3 VM, illetve az Openbox szokott indulni természetesen. Azaz gyors, de a gyorsságot értelemszerűen én csak ezen két rendszer keretében tudtam megnézni, ugyanolyan gyors, mint hogyha ugyanezeket
az Arch-ra tettem volna fel, ugyanolyan gyors, mint hogyha Debian-ra tettem volna fel. Tehát a szokásos kérdés, hogy gyors, lassú, itt azért szerintem már a mai gépeknél, a mai operációs rendszereknél nem szokott gondot jelenteni. A programkínálat is megfelelő, gyakorlatilag ami Arch, azt itt is használni tudod, ugyanazok nagyjából 99,9%-ig, ugyanazok a programok megtalálhatóak, tehát nehogy azt higgyük, hogy a Manjaro saját tárolót használ, és azokba sokkal másabb, kevesebb program van. Lehet, hogy eltérések lehetnek, ezt soha az életben nem néztem meg, tehát értelemszerűen nem néztem meg, hogy az Arch-ba megvan-e egy program, egy Pityaner program, a Manjaro-ba nincs meg, vagy éppen fordítva, gyakorlatilag nem találkoztam olyannal, hogy ne tudtam volna telepíteni programot. Kinézet. Hogyan néz ki egy rendszer? Ez ízlés dolga, de hogy én nézegettem a gyári alapkinézetet, azok bizony szépre sikerültek. Azért mondom, hogy a gyári alapkinézetet, mert ahogy az előbb láttátok, jó néhány asztali környezettel érkezik a Manjaro, tehát lehet válogatni, plusz természetesen a közösség is összerak különböző asztali környezetet beállítás szempontjából, tehát ezeket én nem próbálgattam ki, tehát igazából, ha valaki rákérdez, hogy a KDE milyen Manjaro alatt, halvány dúsztom nincs, de ahogy én a videókat néztem, hiszen én nem ugrok bele egy-egy disztribúció váltásba, úgyhogy ne nézzek egy csomó videót meg, aki nézete normális. Nyilvánvalóan nem az a lényeg, hogyan néz ki a kinézetet egy perc alatt KDN, Gnome-on, Openbox-on, i3-on, XFCE alatt, meg a többi egyéb rendszer alatt egy másodperc alatt meg tudjuk változtatni, olyanra, hogy nekünk tetszen, de az alap is szépen néz ki. Bloat? Meg szokták kérdezni, hogy mennyi programot telepít. Természetesen ez felhasználó barát, kezdőknek is szánt disztribúció, azaz, hát bizony több programot telepít, mint hogyha Natur Arch-ot raknál fel terminálba. Azt hiszem ez egyértelmű, de van kétféle ISO, legalábbis én úgy láttam, van egy minimális, nagyon keveset fog felrakni, és van egy normális ISO, ami több programot fog felrakni. Én nem vagyok ilyen darab szám mániás, hogy hány darab csomagot rak fel, nem érdekel, hogy hány darab csomagot rak fel. Én általában minimált szoktam felrakni, hogyha ilyen lehetőség van, és ahhoz magam összeválogatom, de az se ördögtől való, hogy felrak 30 programot, abból kettőt leszedsz, vagy azt mondod, hogy ott marad értelemszerűen, az, hogy valamelyik rendszer elhízott, vagy nem, tehát, hogy nagy, vagy kicsi, sokat telepít, fölöslegesen. Mi az, hogy fölöslegesen? Szerintem totál fölösleges föltelepíteni egy csomó programot, ami esetleg neked létszükséglet, mert azzal dolgozol, igaz? Tehát mások vagyunk, legyünk egy kicsit olyan toleránsak, hogyha éppen nem tetsző program van, azt leszeded, és nem körbesírod a világot, hogy milyen bloát, fölhizlalt, jaj, de mennyi minden van, meg különben is. Hát már legyünk már annyira linuxosok, hogy ilyen fatális dolgokat, hogy mennyi program van, kevés vagy sok, azokat felejtsük el, és saját képünkre alakítsuk ki a saját rendszerünket, oké? Okay? Tehát nyilvánvalóan kezdőbarát pedig azt jelenti, hogy több programot rak fel, mint amennyit egy-egy professzionális felhasználó szeretne, mert bizony mi már összeválogatjuk a sajátunkat. A kényelem. Mennyire könnyű egy rendszert használni? Nyilvánvalóan megint azt kell mondanom, hogy egy éves Linux használat után olyan, hogy kényelem, az már nem jelent senkinek semmit, hiszen minden Linuxot tudunk használni, de én azt kellem mondani örömmel, hogy telepítéskor nem kérdez semmi olyasmit, amire úgy alapvetően 10 perces utánaolvasás után ne tudnál választ adni. A használata pedig rettentő egyszerű grafikus beállításos lehetőségei van, tehát saját grafikus beállítási lehetőségei vannak, illetve ennek is már úgy kimegy az érdekessége, hiszen a nagyobb asztali környezetekben már saját beállításos lehetőség van, a GNOME, KDE, ilyenekre gondolok, és ott igazából az, hogy a disztribúció mit ad, az adott disztribúcióban van-e olyan, hogy az egeret be tudod állítani, vagy nem, értelmezhetetlenné válik, hiszen mindent
az adott asztali környezet felületén be tudsz majd állítani. Azaz igencsak kényelmes kis rendszerke, ami nekem nagyon bevált, ugye a többi is. Tehát azt hiszem, aki régóta hallgat, az elmúlt 4 évben hallgat, ő neki már egyértelművé vált az, hogy olyan, hogy disztribúciók közti különbség persze van, természetesen sokféle van, órákat lehetne fölöslegesen beszélni arról, hogy a Debian, meg az Arch, meg a Fedora, meg a többi egyéb, meg kisebb-nagyobb disztribúció mi betérel, de azért a végén ráérzünk, ezt kényelmesen tudjuk használni, az, hogy mi van mögötte Debian, Arch, vagy Manjaro, vagy MX Linux, az egy egyéni döntés kinek, mi, ami előbbre való, de egyik kezelésében sincs olyan feladat, amit ne lehetne egy kis utánaolvasással, pici kis fórum kérdezgetéssel megoldani. Azaz, én úgy gondolom, hogy bemutattam a Manjaro Linuxot, egy kellemes, Arch alapú, könnyen telepíthető, könnyen használható rendszer, aminél megtalálod azt a disztribúció részt, azt az irányt, azt az ISO telepítést, ami éppen neked megfelel, van minimál, van egy kicsit bővebb, van asztali környezet, vagy vannak különböző egyéb telepítési lehetőségek, választási lehetőségek, azaz nagyon örülök neki, hogy ezeket el tudtam mondani, remélem egy nagyon picit úgy gondolkodtok, ahogy én, Manjaro jó, jó, ugyanolyan jó, mint a többi, ki kell próbálni, használni kell, és ha tetszik, ott maradni. Előnye az, hogy ciklikusan, de gyorsabban, mint a Debian, úgy frissül. Hátránya, ciklikusan frissül, egy picit eltér az Arch vonaltól, lehetnek eltérések, de hát ezeket az eltéréseket, aki nem tudja kezelni, ő neki. Azt kell mondanom, használjon Windows-t. Azaz nagyon kellemes és nagyon jó kis disztribúcióra sikerült rálelnem, ha nem lesz vele nagyobb problémám, akkor természetesen egy ideig ezt használom. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!